ugye mindenkinek el kell dönteni a lapra, hogy milyen pályát választ. Valahogy az utóbbi időben már a diplomáknak a trafikba is lehet fogni, tehát elég könnyű volt egy diplomát. Talán egy picit csökkent az értéke, de már azt szerint az utolsó 20 évben is, tehát ugye most ugye a CFM látva, hogy mindenki elmondja, hogy mennyit romlott a színvonal, főleg a tanácsképzésre mennyit romlott a színvonal. Amit hoztam, az közben nagyapámnak a diplomája, ami 1926-os, minden lehetett a középre, az a lényeg, hogy ez egy ilyen... Hát akkor még így nézett ki a diploma. Hát jó. Ugye, aztán itt a hátul van, hogy milyen kormánybiztos meg... És miért azt hiszem, hogy milyen tanács? Most... Mert az volt, mert... Ugye az, hogy van azért, hogy gyógyszerét volt, tehát az orvosi vég, az gyógyszerészeti karon, 1926-ban. Az, hogy Nerci órám, az azt jelenti, hogy mennyiért. Teremi mennyiértek is a magyarul. Patikus volt, és volt egy saját gyógyszertárat, ami azért kalmas, mert ugye ott lakott, tehát úgy nézett ki ez régen, ilyen falusi gyógyszertárak, hogy volt egy gyógyszertár helység, meg volt ezeknek a patinája különben, csak mutatok egy-két ilyen cuccot, amit hoztam, ami még mutatni akarok, tehát ezért a gyógyszertárban sokkal több lehet ott készített. Most már ugye nem az a jellemző, hogy gyógyszertár, hogy ott kell lenni a krémeken. De ott ugye különböző forrókból csinálták a gyógyszereket a gyógyszertárban. És... Szóval még egyszer mondom, tehát nagyapám ott lakott a gyógyszertár mellett. Tehát volt egy inspekció, ami azt jelentette, hogyha valaki észre a fáj a feje, akkor eljött a gyógyszertár, a besőgeret, és akkor a nagyapám szépen kicsit fogott, keresztül meg a gyógyszertárra, és akkor terpítettek a cuccokat. Azt tudják, hogy egy ilyen falusi környezetben egy gyógyszerésznek a orvossal, a agronómussal, esetleg a tanítóval együtt volt egy ők alkották tulajdonképpen az elitet. Most ott van nagyapám ért, ugye ott de az is jellemző volt, hogy bizonyos családok rátelepettek egy-egy kiterepülésre. Nagyapámnak a bátyjai volt a való, ő volt a gyógyszertár, és akkor szépen ugye a teremélyek uralták ott a nevaló. Igen, megint. Mindenhol ők vannak. Hát gyakorlatilag a családtervezés is ugye megjelent, hogy majd valakinek tovább kell vinni a malmot, valakinek tovább kell vinni a gyógyszertárat. Mindegy, remélem, hát nem tudja, jó lenne. Igazából nem tudom, hogy mostanában milyenek a diplomák, de amiket én kapok, ekkora kis őszajtatú, kemény fedelű valami, egyáltalán nem üzeni már azt, amit mit nekem az ére. Hoppá! Hoppá! Vigyázzon a kandallóban, nem? Jó, na hát most kicsit olyan képzel szerintem egy